Szeretettel köszöntöm a stúdióban Bújtor Balázst, a Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságának elnökét, és szokás szerint rögtön a közepébe csapunk, pontosabban visszahunk az ókorba, amikor az a mondás járta, egy latin mondás, hogy mens sana in corpore sano, tehát épp testben épp lélek. Ez azt jelenti, kicsit tovább ragozva, hogy a testmozgás és a lélek egészsége az nagyjából összefügg. Mi a tapasztalata napjainkban Bújtor Balázsnak, mint sporttal aktívan foglalkozó, meg elmélettel is aktívan foglalkozó szakembernek? Igen, nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és boldog új évet is szeretnék kívánni, illetve köszönöm szépen a meghívást. Azt gondolom abszolút összefügg az egész, mert tényleg az épp testben épp lélek, és mindig azt mondom, hogy maga a sport egészségre nevel, maga a sport kitartásra, maga a sport az életre neveli az embert. De hát mit is beszélek, mikor itt van az egy kérdésként írtam fel, ugye, hogy pályázat jó tanuló sportoló címelnyerésére is van, tehát ez a kettő igyekszik a gyakorlatban is összekötődni, ugye? Tehát... Abszolút, igen. Ugye a versenysport ilyenfajta támogatása kiemelkedő sportolóknak ösztönzése egy kicsit megkönnyíteni a felkészülést. Abszolút, a város nyitott ezekre, és ugye nem csak a kiemelt sportegyesületek támogatása lényeges, hanem igen, az egyéni sportolók külön támogatása is. Ha már itt tartunk, az Ifjúsági és Sportbizottság mit tud tenni ebben az ügyben? Tehát hogyan tudja támogatni a különböző területeit a sportnak? Itt elsősorban persze a versenysportról beszélünk, gondolom, de hát emögött azért számos más is meghúzódik. Más. Ugye maga az operatív működésért az Ajka és a Sportváros Nonprofit Kft. Felel. Gyakorlatilag ugye egy ellenőrző szereppel, illetve egy közös munkával próbáljuk. Ugye maga az önkormányzat is pénzzel, úgymond, támogatja mind a működésüket, és azon keresztül ugye a kiemelt sport egyesületek is kapnak. És kvázi elfogadja a munkatervüket is, ugye? Illetve így van. Ugye véleményezi az üzleti tervet, és ez alapján a fejlesztés. De ugyanakkor az infrastruktúrális fejlesztésekről, ha beszélünk. Sajnos ugye az egyéb pályázatok jelenleg a likviditás miatt most nem mennek az egyéb sportegyesületek. Ugye ez egyik az előző években ez működött, ugye ez ilyen szempontból nem feltétlenül jó, de mint a sportösztöndíjra, szerencsére azért. Itt akár külön egyére ugye a gázsókára is külön, mert ő külön támogatott. Kiemelt támogatott. Illetve ugye a három sportoló. Igen. Na most magának az Ifjúsági és Sportbizottságnak ugye nincs döntési jogköre gazdasági kérdésekben, az nincs, a gazdasági szekció a pénzügyi vonalon működik, de javaslatokat gondolom tehet fejlesztési irányokra, illetve mondjuk persze sportlétesítmények rekonstrukciójára, vagy éppen létrehozására. Persze, ugye ez együtt, mindig az igény az megvan, hogy a fejlesztési javaslatok azok alapján, és ezeket. És nem érzi, hogy nem úgy van, mint az iskolában, hogy a tantestület össze van, egy hosszú asztal, igazgató, tanárok, és ott a végén a tornatanár. Ugye ez nem így van, Ajkán? Én azt gondolom nem, mert én is aktívan részt veszek abban a munkában, ebben a közös munkában a Sport Kft-vel, hogy tényleg milyen irányokat határozzunk meg. Meg hát ugye ezek az egészek valahol összefutnak mindenhol, akár a pénzügyi vonalon, akár a sportifjúsági vonalon. Azért ezeknek előbb-utóbb össze kell érni. Na most nemrég fogadták el ugye Ajka város sportkoncepcióját, legújabb sportkoncepcióját, mert eddig is létezett. Mi az, ami esetleg változás az eddigiekhez képest, vagy mi az, ami megőrzendő az eddigi feladatokból és célokból? Én azt gondolom, hogy nagy változások nem voltak benne, ugye maga a stratégia az sok minden, mert kicsit aktualizálva lett, ugye az előző koncepció, az előző év az 2014-től 2019-ig, hogy ez a 20-25-ös évre időszakra szól. Itt a Covid miatt ugye egy kicsit csúszás volt a kiadásába, de én azt gondolom, hogy sikerült olyan szinten aktualizálni, ami egy ilyen következő 5 évre egy jövőképet ad. Most a sportlétesítmények jelentős fejlesztésének tanúi vagyunk. Így van. Ez hogy halad ez a elképzelés sorozat? Hát ugye most az utolsó, ami nagyobb volt, ugye itt a futballpálya nagy rekonstrukciója, ugye itt a futókör megszüntetése, nem mindenki örült, ugye? Hát főleg az atléták. Főleg az atléták, igen. Meg öltöző gondjaik is támadtak, úgy hallottam, tehát feltételek is kicsit. Ez mindig vannak ilyen problémák. Ezek olyan dolgok, amiket meg kell oldani.
Igen. Én azt gondolom, de nem hiszem, hogy ebből olyan. Tehát ezek nem problémák, itt az előbb azt mondta, hogy megoldandó feladatok, igen. Én azt gondolom, hogy a sportváros nem mindig nyitottak ezekre a kérdésekre, és igyekszenek megoldani. Előbb vagy utóbb, előbb biztosan. Vagy utóbb. Meg hát jó, persze itt most volt ott a futókörnyi egy kis felfordulás, hogy ott fel lett túrva, de hát ott a világítás készül gyakorlatilag, úgyhogy... Igen, tehát rendben jönnek a dolgok, csak... Előbb-utóbb minden a bizony benne a helyére kérdése. Az idő nekünk dolgozik, illetve a sportoknak dolgozik, bizony azt benne. Is mondhatjuk. Így van. Most akkor térjünk át egy olyan területre, amit viszonylag ritkán emlegetünk, de az Ajkai Szó című újságban néha fölbukkanak olyan hírek, amik, hogy is mondjam, nehéz kiejteni is a résztvevőik nevét, és olyan egzotikusnak tűnnek. Itt például van a Muay Thai kupa, ami nem tudom, jól ejtem, vagy Muay Thai. Szerintem jó. Ja, igen, jó. Hogy itteni versenyzők elég szép eredményeket értek el. Arról még nincs hírem, hogy Thaiföldön hogyan szerepeltek, de állítólag az év végén Thaiföldön is voltak. Igen, a világbajnokságon. A világbajnokságon jól szerepeltek. Jó szerepeltek? Maga csapat szinten. Ugye a sajtó is azért foglalkozott ezzel. Igen, mert... igen. Ki is számoltam, nem számoltam ki, csak fejben hirtelen egy osztást elvégeztem, hogy minden századik emberre jut, sőt, több mint egy sportegyesület Ajkán. Na, mondjuk van. A 30 ezer osztva 30 valahánnyal az pont elég azt szép néztem, arány. Hogy regisztráltam, egy kimutatás szerint 3500 olyan sportoló van, aki valamilyen szinten igazolással rendelkezik, sőt. Regisztrált. Az már a 10%-a, sőt több mint a 10%-a. És ugye ebben nagyjából a megoszlás talán a csapatsportok, ugye kiemelt olyan 1200, tömegsportból is 1200. Nem akar, nem egyénileg meg ilyen 850. Nem ők a statisztikák híve, de Ajka valószínűleg az országos szinten elég jól áll ebben a dologban. Tehát sportosabb város, biztos sok más hasonló méretű településnél. Azt kijelenthetjük, igazán sportos város. És mitől alakult ez így? Mert hogy itt ilyen nagy az emberek mozgásigénye, vagy ennyi lehetőség van a sportolásra, vagy a domborzati viszonyok olyanok, hogy nem szinte tudom, ez egy jó kérdés, várják a futókat, abszolút. A kerékpárosokat, egy a támogatottság, a rock'n'roll táncosokat. De tényleg, hogyha valaki akar és alapít a sport, és működik, mert látszódik az, hogy mindenhol van utánpótlás, gyerekek kipróbálják, elindulnak, elkezdődik. Ugye van nagy sportágválasztó, például azt is el lehet dönteni hirtelen, abszolút, hogy abszolút. Melyik irányba indul először az ember, bár nyilván többféle sportot illik kipróbálni kis korban, nem tudom, ön próbálkozott sportágokkal, mielőtt mondjuk futballista lett? Hát én úgy próbálom, hogy gyakorlatilag én a foci körül nőttem fel. Ja. Ugye édesapám... A Grundon. Is. Édesapám ugye aktív futball, Ajka város, alumínium. Akkor tehát árulás lett volna nem focizni. Nem feltétlenül. De egyébként meg a vérében volt ez a... Én gyakorlatilag ott nőttem föl, abba a közegbe. Uh-huh. És így... És én gyakorlatilag ez így... Föl sem merült, hogy esetleg hiászattal vagy... Egy merült fel, hogy ő kapus volt, én nem szerettem volna kapus lenni, nekem annyira nem volt vonzó. De azért azonban nem esett messze a fájától, csatár lett, vagy mezőjátékos. Hát, mezőjátékos. Igyekeztem. Én azt gondolom, hogy azon a szinten, ahol sikerült, úgymond, az aktív pályafutáson során ott azért a legjobb eredményeket elérni. De igazából mindenhol. A jó társaság volt a lényeg, tényleg összetartó, és mindig. Most ez a sportos szemlélet megmaradt ezek szerint, mert egészen a önkormányzati képviselősége közben is foglalkozik ez a dologa, illetve főleg annak köszönhetően, de egyébként nem főállás önkormányzati képviselő, mint mások se, hanem van rendes bejegyzett munkahelye. Így van. Ezért is volt nehéz. Tavaly nem is tudtunk időpontot egyeztetni, mert nem csak, hogy munkai feladatai voltak, meg a nyilván a sport ifjúsági életnek a szervezése, azon kívül még, ha jól tudom, egyetemre is jár. Igen, most. És most van vizsgaidőszak. Most van vizsgaidőszak, de ez ezzel jár, egy kicsit leterhelt. A család annyira nem mindig nézi jó szemmel, de azért próbálom azt, hogy a hétvége az övüké. Mondjuk ebben nem mindig értenek egyet. Már hallottunk 60-70 éves diplomásokról is, de úgy általában nem jellemző, hogy középkorában kezd az ember egyetemi szakot. Ez a tudásvágy, ez valahogy mindig dolgozik bennem. Újat. Előfordult, hogy munkai kihívásoknak is jobban meg tud felelni, ha diplomát szerezzen a téren. Mindenképpen. Nevezzük meg, mi is ez a diploma, mi is ez a szak, amire jár. Ami most gazdálkodás és menedzsment. Gazdálkodás és menedzsment. Ez gondolom nem csak gazdálkodás területén használható, hanem általánosabban. Általánosan. És ezt
tanították nekünk is Veszprémben, hogy oda jár, ugye? Igen, Veszprémben. Már 30-40 évvel ezelőtt is, hogy az itt szerzett tudás az könnyen konvertálható. Nem is tagadom, voltak egyetemre kikerülők között újságírók, szobrászok, festművészek, fazekasok, tehát ez tényleg egy konvertáltó tudást az egyetem. Igyekszem, azért azt gondolom, ez a képviselőség megkövetel minden szempontból egy olyan gazdasági alapot is, szervezési alapot is, hogy mindenhez jól használható. És ha már ilyen életcélokat is magam elé tettem, akkor persze, ez már, persze. Akkor próbálja az ember a legjobb tudását adni. Na, egyetértek ez a törekvéses, sőt, dicséretesnek nevezem. Az exotikus sportoknál hagytuk abba, de nem annyira exotikus sport, de vannak itt olyan aktív emberek, akik belevágnak bizonyos dolgokba, és azt nem hagyják abba. Itt olvasom például, hogy az újlaki házaspár, az a Szigeti Ildikó és újlaki Alfonz már 9. alkalommal hirdette meg az újévi futást az idén már 22 kilométeres távon. Hogy vannak itt olyan aktív emberek, akik egy bizonyos feladatra specializálódnak, és akkor azt őket hogyan lehet, hogy is mondjam, hát nem sztárolni, hanem elismerni a munkájukat? Én azt gondolom, mindenképpen elismerő, sőt, tovább megyek, ők ugye a Mikulás futás is. Igen. És ott már 6. alkalommal, ha jól emlékszem, és ott is egy társaság. Igen, összejön, ilyen kvázi baráti társaság, és ők mindenképpen ezek a dolgok, ezek abszolút ez követendő példák. És azt gondolom, jó példával kell, hogy szolgáljon mindenki. Azt is mondhatnánk, hogy az Ajkai Sportját szüli magából ezeket a embereket. Én azt gondolom, igen. De valahol... saját példát is tudok hozni ebből egyébként. Hozzunk. Mert most már 34 éve ezelőtt, annak idején a édesapám még elkezdték, minden karácsony másnapján, családi foci, gyerekek, szülők, most már unokák, és közösen, és több most csapat. Már 34 éve. És ez ilyen bújtó család, vagy? Nem, hát ez gyakorlatilag hát most már a vonzás körében kicsit csökkent a létszám, de gyakorlatilag édesapám régi csapattársai, barátok, aha. És akik így abban a magba maradtak. Igen, hát a mozgásigény kiejítésének számos módja van. Van, aki csak egyszerűen sétál, mert mondjuk futni már nem annyira szeret vagy tud, van, aki baráti társasággal focizik, van, aki futóversenyt szervez. Így van. Tehát nagyon színes az Ajkai sport. Nagyon összetett. És összetett. De nem ez jelenti, hogy most a ifjúsági és sportbizottság vezetője hátradül és figyeli, hogy hogyan mennek itt a dolgok. Gondolom, vannak aktív beavatkozási pontok, ahol azért nem árt biztosítani a részvevőket a támogatásról, sőt nem, a készpénz sem sértés, azt mondják. Nem, abszolút. Tud-e gazdálkodni valamivel? Én azt gondolom, itt akár a olyan fajta szervezések, ahol mondjuk egy duatlan. Ami messzire viszi Ajka jó hírét, is, ugye már így régóta. Van, így van, régóta. Én azt gondolom, ezek mind a támogatásomra biztos, hogy számíthatnak. Megmondom, ez a napi szintű munka a Non-Profit Kft-vel, Geri Gyulával. Szinte két hetente, hetente leülünk, megbeszéljük a dolgokat. Annyit kérdeznék még, hogy volt régebben ilyen terv, hogy Ajkán a városi ligeti tavat, a csónakázó tavat esetleg alkalmassá teszik. Igen. Arra, hogy a triatlon úszás neme is lebonyolítható legyen, van erre némi remény? Vagy? Én azt gondolom, hogy van. Maga a tókotrása is azt vetíti elő, meg a tervek azok ez már benne van, ez a cél. Így van. Az, hogy olyan szinten legyen a tó rendbetét, hogy ez alkalmas legyen, de oda azt hiszem azért sok minden, mert a vízminőségtől elkezdve persze. Kell figyelni. De a cél ez. Úgyhogy a cél, persze. A célok ki vannak jelölve. Az a fontos. A célokat jelöljük ki. Így van, és azt, hogy jutunk el oda. Igyekezzünk megvalósítani, de nem már holnapra megy, ezt tudomásul kell venni, mert ez rengeteg összetevőlet, anyagiak, emberi tényezők, így van. Én bízom benne, edzők, kapcsolatok egyebek. Így van, a nehéz helyzet ellenére azért a város igyekszik mindenfajta lehetőséget megragadni, hogy ezek a dolgok tényleg. És a sport ez pont. Nagyon érdekes sportágak, de nagyon jól állnak ebben a városban. Itt van például, már említettük Szőrmentén a sakkot. Hogy most ugye, ha jól emlékszem, a nemzeti bajnokságban szerepel, tehát az első osztályban a Szuperligában. Vagy Extraligában az Ajkai legjobb csapat, volt Bányász, most már ne tudjam a nevét, mert még tanulom, de hazamegyek, rögtön megnézem. Ez például milyen reklámot jelent a városnak, vagy az egyáltalán? Szerintem az. Minden ilyen, ami
aki a valamilyen sportba, az élvonalba, második vonalba. Jó, ez buta kérdés volt, de korábban a polgármester mondta, hogy Ajka, mondjuk Budapest az egy az külön kategória, de van a nemzeti bajnokságokban az első osztály, legmagasabb szint. Ezt azt hiszem a focival összefüggésben mondta, hogy ott is az is egy másik világ, de a második osztály az már Ajkának teremtődött. Például és hasonló város. Jó, nem lehet összevetni. Tehát itt kell megmutatni, hogy mit tud a város. Nem lehet összevetni mondjuk egy látványsporttal, a labdarúgással, mégiscsak a legtöbb embert úgymond vonza. De most ha nézem a néző szempontjából a látványosságra, vagy esetleg az utánpótlásban résztvevő gyerekek számára azért focit, sakkot, de akkor is maga az, hogy sportol valaki, és tényleg a legmagasabb osztályban szerepel, ez mindenképpen Ajka szempontjából, az Ajka hírnevének is sokat számít. Most vannak ilyen sarokpontok a sportkoncepcióban, mondjuk, hogy mire helyezzük a hangsúlyt? Tehát abszolút. Az élsportra, a tömegsportra? Vagy nem, gyakorlatilag, hogy meghatározza maga a versenysportot. Vagy a látványsportokra? Nem, a versenysportot, ugye a szabadidősportot, illetve nem utolsó sorban azért a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek sportját is. Tehát általában azért nincsen olyan, hogy egyik a másik rovására erősödjön, nincs. Hanem mindegyik igaz, maga helyén fontos. Tény és való, hogy nem lehet mindegyiket, mert azért itt van súlyozás minden szempontjából, de minden, magában minden fontos. Igazából pont abból kiindulva, hogy tényleg mindegy, mit sportol az ember, a lényeg az, hogy tegye meg, és hogy jó kedvel, egészséggel csinálja mindezt. Igen. Most az eddigi beszélgetésből is az derült ki számomra, és remélem a nézőink számára is, hogy Ajka rendkívül összetett sportélettel rendelkezik, és ennek megfelelően kell eljárni. Még egy kérdésem lesz a sporttal kapcsolatban, de térjünk ki egy picit az ifjúsági címszóra, tehát ifjúsági és sportbizottságról van szó. Ugye, ha másért nem, azért, mert ugye nemrégiben megalakult a városban a diáktanács. Milyen cél alakult ez meg, illetve hogyan tud együttműködni vele az önkormányzat? Milyen csatornákon tartják a kapcsolatot? Gyakorlatilag a diáktanács azt gondolom azzal a célra jött létre, hogy egy ilyen hidat képezzen a döntéshozók, illetve a diákok között. Vagy minél lerövidítsük azt az utat, hogy az ő igényeik megjelenjenek, ugye nálunk mi döntéshozók. És van egy képviseletük, ugye összeszedve ezeket az ő igényeiket, akkor minél rövidebb úton ugye ezzel szembesülve valamilyen reakció legyen rá. És ez egy közös munkába, ugye ezért jött létre a diáktanács is, hogy ezeket ez dolgokat egy helyen kezeljük, és egy helyen, és minél gyorsabban próbáljuk reagálni ezekre. Hozott-e már konkrétumokat ez a munka, megállapodást? Megjelöltek-e irányokat az együttműködésbe, vagy adtak-e mondjuk jogosítványt a diáktanácsnak, hogy na akkor ezt csináljátok? Gyakorlatilag a diáktanácsnak ugye voltak eddig programszervező funkciói, volt a októberben a diáknap, amelyet ugye ők szépen megrendeztek, elővendég előadókat, az őket érintő témákban ugye igyekeztek előadásokat tartani. Ugyanakkor volt két kirándulás, majdnem most a második kirándulások, ugye egy parlamenti kirándulás, próbálnak aktívak lenni egyébként ilyen szakmában. Mennyire elismert az ajkai diákság körében mondjuk ez a diáktanács? Hát hány, vagy milyen csatornák, mint a fiatalokhoz, hány ember? Ugye gyakorlatilag a szakközépiskolák, vagy középiskolákról beszéltünk, itt képviselők magát a diáktanácsba, és ők úgymond tartják azt a napi kapcsolatot a diák önkormányzati megbizottakkal, esetleg az iskolákba, és gyakorlatilag napi problémák így abszolút. Most nem, időközönként ugye vannak üléseik rendesen, ők is témákat hoznak föl, az ők maguk módján próbálnak. Most nem csökkentve az ifjúság és sportbizottság szerepét természetesen, de előfordult-e, hogy a diáktanács él valamilyen előterjesztési javaslattal az önkormányzathoz, vagy ez azért szűrő megy át? Tehát ha valamit elhatároznak, egy programot, vagy nagyobb szabású dolgot, akkor ezek között... Mindenképpen, ez egy egyeztetésen megy keresztül, ugye ennek megvannak, hogyha bármilyen... Tehát arról nincs szó, amikor a nemzetiség önkormányzó hasonlóan meghívást kapjon a diáktanács elnöke a testületi ülésekre, ha olyan... Testületi nem, de én például invitáltam már az elnöküket, Takács Leventét a bizottsági ülésre. Egyrészt a bemutató jelleggel, lássa, hogy működik a munka.
igazából. Ez a kölcsönös együttműködés, azt hiszem mind a két fél számára ennek előnyeinek kell, hogy legyenek. Előnye lesz, és gyümölcsözni fog, ahogy ezt régi szó használattal mondták. Akkor amit ígértem, utolsó kérdésem sportügyben, megütötte a fülemet a múltkor, és már az imént váltottunk is szót arról, hogy ilyen munkahelyi olimpiát óhajtanak szervezni a városban, aminek már vannak előzményei. Mi is ez? Igen, amikor felvetődött ez a történet, cégek olimpiája, azt hiszem így volt a megfogalmazás, azért egy jó pár évvel ezelőtt, talán 2004-5 környékén, még annak idején a RUF, azt akkor még RUF volt, és akkor egy ilyen hétvége kapcsán volt egy ilyen cégek közti foci, ugye megszervezve. Ez talán egy-két évig működött, és ebből kiindulva jött az ötlet, hogy akkor ne álljunk meg. Kicsit bonyolítja a Covid helyzet, de azt hiszem abból kijöve most már remélhetőleg azért lehetőség nyílik majd arra, hogy más sportágakban egy ilyen cégekkel karöltve, összedolgozva tényleg létrehozni egy ilyet, és egy olyan sorozatot indítani, ami gyakorlatilag egy kicsit összehozza az embereket, mint most, cégen belül, meg a cégek igen, között most is. Ezt úgy lehet elképzelni, mint a nagy olimpiát, hát, hogy egy adott időszakban, mindenféle sportágban, hát ami persze belefér. Így van, egy adott időszakban, és akkor egy hét alatt lebonyolítják. És akkor lehet, hogy egy hétvégén ennek a technikai részletei azért kidolgozásra várnak, vagy még az alatt vannak, és akkor egy ilyen lezáró nyári program hétvégével akár ezt így egy ilyen döntően bármilyen összejövetel, a zenés, bármilyen lezárással. Uh-huh. Akár mint az olimpia nyitó, igen, illetve hát záró. Olimpiai láng meggyújtása, eloltása, Aténból beszereznek esetleg már gyújtóst, vagy valami, vagy Olimposzról. Nem tudom, de lehet, hogy már a tűzzel elindultak aztán. Lehet, vagy egyszer csak ide. De nem is, ez a technikai részlet, itt maga azt gondolom az elgondolás, ami maga a gondolat. Most a feladatoknak nagyon jót tesz, ha kiszabnak neki, vagy megszabnak egy határidőt. Van ennek határideje? Egyelőre nincs. Ugye ez nagyon sok mindenem múlik. Ma azt mondta egyik ismerős, a legjobb múzsa a határidő. Az abszolút. Ez újságírók között így megy. De ez egyébként így van. Igen, bízom benne, hogy határidő még nincs, de... Így nincs kijelölt határidő. A gondolat megszületett. És nem lenne ellenére, ha egy pára jelentkeznek, hogy na, akkor én szervezném, vagy ezt a sportágat megcsinálnám. Nem, de ez egy közös, akár a non-profit. Ja. Ugye szerintem ez így, ez a szervezés, ez abszolút közösnek, és az alapján előre kell. És hogy ki szervezi, azt se tudjuk még pontosan. Tehát ennek nincs egy szervező bizottsága, Ajkai Céges hát maga, Olimpiai Bizottság. Maga az Ajka város sportjának, úgymond operatív szervező, non-profit Kft. Ők ezekkel már elkezdték, úgyhogy innentől kezdve ez az gondolom labda. Jó úton halad. Igen. Hát vagy legalábbis mederbe került, bízom benne én is. Okay. Mi lesz a legközelebbi vizsgálja, mire készül most? Most? Pénzügytan? Pénzügy? Pénzügytan. Hát akkor jó készülést kívánok a vizsgához, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Én köszönöm szépen a lehetőséget.